Évvégéig az Európai Unió több mint 1.100.000 tüzérségi lövedéket ad át Ukrajnának. Ezt Josep Borrell, az EU külpolitikai főképviselője mondta Kijevben. Az orosz hadsereg reggel pokoli rakéta és dróntámadás alá vonta az ukrán fővárost és más településeket. Több ukrán civil meghalt, sokan megsebesültek. Az egyik lövedék Lengyelország irányába tartott, ami miatt a lengyel védelmi rendszert is készültségbe helyezték. Már hajnal előtt megszólaltak a légvédelmi szirének Kijevben. Nem sokára látni lehetett, hogy miért. Az orosz rakéták toronyházakba csapódtak a több mint 3,5 millió lakosú Kijev délnyugati részén. Hatalmasra csaptak a lángok. Hirtelen kitörtek az ablakok, a szilánkok szerte szétrepültek. A szomszédaim még fent vannak, ágyhoz kötött betegek, mondta az egyik lakó. Az ukrán fővárosban a megszállók újabb pokoli támadása két halálos áldozatot követelt, 32-en megsebesültek. Többeket egy ideiglenes orvosi sátorban láttak el. Az oroszok csak szenvedést hoznak a népünkre, kimondhatatlan szenvedést, mondja ez a kijevi asszony és a lánya. Ezrek kerestek menedéket a metróban. Kijev első embere arra hívta fel a figyelmet, hogy a főváros már csaknem két éve az oroszok célkeresztjében van. Eddig 200 civilt öltek meg az oroszok Kijevben, köztük 7 gyereket. Több mint 450 épületet, illetve toronyházat megsemmisítettek, jelentette ki Vitali Klicskó. A lelőtt orosz rakéták roncsai károkat okoztak az elektromos vezetékekben, emiatt többfelé elment az áram. Az oroszok a reggeli csúcs idején tűz alá vettek más ukrán városokat, köztük a dél-ukrajnai Mikolajivot. A félmillió lakosú megyeszékhelyen legalább egy ukrán civil meghalt, több tucatnyi lakóházban súlyos károk keletkeztek. Az oroszok 64 rakétát, illetve drónt lőttek ki több hullámban Ukrajnára, ebből az ukrán légvédelem 44-et semmisített meg. Kijevi források szerint az egyik lövedék Lengyelország felé repült. A lengyel védelmi miniszter egy interjúban közölte, lengyel és szövetséges vadászgépek szálltak fel, és szerda reggeltől teljes készültségben van az egész védelmi rendszer Lengyelországban. Vladislav Kosinyak-Kamis szerint a NATO-nak fel kell készülni egy esetleges orosz légi, illetve szárazföldi támadásra. Közben az orosz nemzetbiztonsági tanács elnök helyettese nukleáris apokalipszissel fenyegetett. Mint Dmitrij Medvegyev közösségi oldalán írta, Moszkva az orosz területek megvédése érdekében ballisztikus és cirkáló rakétánkat fog bevetni, atomtöltettel ellátva, és mint mondta, azzal vége mindennek.